Sziasztok srácok! Elsősorban leszögezném, hogy ez egy támogatott videó. Az oldalról a negatív, illetve a pozitív véleményemet is őszintén fogom elmondani. És ide csak saját felelősséggel töltsetek fel skint, és sok szerencsét kívánok nektek, hogyha esetleg úgy gondolnátok, hogy raktok fel egy kis pénzt, hogy nyitogassatok. Na sziasztok srácok, én Nexus vagyok, és ebben a videóban a strikedrop.com-on fogunk nyitogatni $100 értékbe ő ládákat, és igen, elég jó ez az oldal, bár mondjuk a live drop az szerintem kamu, szóval szerintem az egy kicsit megvan rafinálva, de a cuccokból lehet jó dolgokat nyitni, szóval egy ilyennel fogunk kezdeni, szerintem igen, vagy mivel kezdjünk? Kezdjük egy ilyennel, kinyitunk egy pár ilyet, mit szóltok? És mert pörög is az első láda, hangja az nincs, vagy lehet, hogy van, csak én nem hallom. Na, ez a Water Elemental, igen, ez átverős, átcsúszik a másikra, mert nagyon belassul, és átcsúszik. Ebből kinyitunk még négyet szerintem, minden ládából körülbelül 5 darabot fogunk kinyitni, mert az úgy szerintem pont jó. Na, ez egy Water Elemental, ami profit, az előző az a fele volt talán, de ez viszont profit, igen, igen, ez profit, ez nagyon jó. Na, ez a harmadik ládánk. Ő hát egy ilyen redline-t jó lenne bedobna. Az a P90 gyerekek, a $100. A $100. Ez meg szerintem sem ennyi. $6? Az komoly. Profit. Profit gyerekek. Na, a negyedik ilyen ládánk, és még $86 van. Na. Azt hittem gyerekek, a red laminated beadja. Az egy nagyon jó áka, nagyon drága. 5-7-re nincs skinünk, ezt megtartom. És ez az utolsó ebből a fajta ládából. Talán beadja a nagy lootot. Tényleg egy redline-nak nagyon örülnék. A Nemesis. Nemesisre menj át. Ez az, király. A Nemesis az az egyik kedvenc NPC skinem. És profit ez is. Nagyon király, gyerekek. Szerintem most egy M4-es ládával fogjuk folytatni. Szerintem igen, ebből is kiítunk 5-öt. Szóval... hát, vannak benne jó dolgok, az tény is való. A Desert Strike az nem tudom, hogy profite, igazából 3,5 euró a láda. Háttérbe kutyolgatása, miért bocsánatot kérek. Nagyon behallatszódik, nem tudom miért, stúdió mikrofon, vagy nem tudom. Második ládánk, az a Daybreak, az nagyon drága. Az nagyon drága lett volna, de ez nem a legjobb, ez nem a legjobb. Hát, még kipróbálunk egyet. És hogyha ebből nem jön semmi, akkor szerintem ládát váltunk. Ez nem a legjobb, ez nem a legjobb. Na, Dragon King, az nem rossz, csak legyen Factory New. Na, nézzük. Na, ez király. Jó, még kinyitunk egyet belőle most. Az már nem osz, nem szoroz. Lényegében. Csak Desert Strike. Ő mennyi is volt? 2,2? Vagy valami hasonló elértékben volt ez a M4. 2,23. Nem rossz, nem rossz. És szerintem áttérünk a... kipróbáljuk ezt a ládát, gyerekek. Ez engem nagyon izgat, szóval... nyissuk! Muszáj, gyerekek, nyissuk! Remélem beadja! P90. Gyerekek! Nem a legjobb, nem a legjobb. Még egy párat kinyitunk belőle, jó? Párat. Hát, ha bead... a legkisebb... még a Gutknife-nak is örülnék. Baszki! Most azért megijedtem egy kicsit. Nagyon jó lett volna az a kés. Eladjuk. Még kinyitunk kettőt. Gyerünk, add be! Gyerünk! Léci! Ez nagyon átverős, gyerekek. Épp hogy átcsusszant. Jó, ezt inkább hagyok a végére egyet. Nyissunk AK-s ládát szerintem. Mert ez jó dolog, ez az AK-s dolog. Ebből, ha egy vulkán vagy egy Neon Revolution kijön, az már nagyon jó. De látjátok, ilyen szépen lassan átcsúsztam, de nagyon lassan. És ja. Jó, megtartunk mindent, aztán max a végén eladjuk. Nem tudom. Igazából még fele ár értékünk megvan. De ne ezt az Emerald Space-et, erre ráfrissítek, lehet buggol. Nem, igazából nem buggol. Na nézzük. Ez a felugró hirdetés, ez mindig itt van. Igazából szerintem ez egy Chrome vírus. Vagy valami hasonló. Látjátok, milyen lassan megy át rajta? Ez annyira hihetetlen. 73 cent. Ne szórakozz már. Valami
Jó csapki, na gyerek, az nyitott egy Hypervistet. Gyerekek, hát ez nem adja nekünk. Ez nem adja. Jó, hát akkor ezeket eladjuk, és akkor átmegyünk szerintem erre a statrakos készre. Ez egy jó dolog. Ne ugorj már fel mindig. Ebből nyithatunk jót, srácok. Ezekben vannak nagyon jó dolgok, és hogyha mi statrakos is. Talán ez a naga vissza is hozza az árát, ami hiszem $3. És 1,74. Na nem baj. Még nyitunk egy párat, ebből hátra bedobja a nagy lootot. Remélem. Az a Nova az még érhet is valamit. Talán ebből azt hiszem valami jó trade-upot lehet csapatni. $11? Az komoly. Na ez jó. Ez visszahozta az előző ládának az árát. Na valami jó nagyot adj be. Áh, Osiris. Azt szerintem eladom a francba. Vár, ki tudja mennyit érhet. $1. Jó, tartsuk meg, majd a végén körbenézzünk, hogy mi is a helyzet. Még egyet kinyitok belőle. Szerintem utána áttérek a VP-s ládára. Az AWP-sre. És megint az Osiris. Gyerekek, ez szivat engem ez a nyitás most. Na, de legalább ez factory new szerintem, mert ez $2.5. És maga a láda mennyi volt? Hát 3,5. Na, hol van a VP? Itt a VP-s láda. Hát nyissuk. Hát ha bedobja nekünk a nagy lootot. Van rá esélyünk igazából. Uha, gyerekek! Kettő legjobb VP-je. Ott ment el is, és a szívem kiugrott a helyről. Ezért még valamit? 3 egész. Na, ez nem is olyan rossz, srácok. Egy Ashimovnak, vagy egy Boomnak nagyon örülnék. Vagy akár egy Electric Hive-nak is. Bár az inkább úgy gondolta, hogy elpörög. És bedobja nekünk megint a Phobos-t, ami 2,1. Hát lényegtelen. Lényeg, hogy annyira nem jövünk ki minuszba, de azért ez jó, ez a Fever Dream, ez jó, ez a VP, talán ér is valamit. Na, $15, nagyon király, gyerekek. $20 van még, szerintem még kettőt kinyitunk ebből, kettőt, és utána megnézzük, hogy hogyan is állunk. Az a menő volt. Ez nagyon jó VP, ez nagyon jó, srácok, $10 talán, 11, király, srácok, ez nagyon jó. Na még egy VP-t kinyitunk, hát ha bedobja a nagyot. Nem tudom, egy Ashimovnak vagy egy Boomnak nagyon örülnék, de hát egy Wormgod, ez nem a legdrágább. Megnézzük, mennyibe kerül, mit szóltok. $1. Jó, srácok, megnézzük, mit is tudunk eladni. Igazából melyik az, ami nem ér sokat? Mondjuk ez az Osiriszt eladjuk. Ezt is eladjuk. Ami ilyen $1 környéki, ezt eladom. Ezt is. És innentől ezeket megtartom. Itt még vannak jó dolgok, ugye. Nincs Firestone skin-e, ezt eladom. Jó, körülbelül. Ezt is eladom. Na, hogy állunk? Jó, jól állunk. És akkor $20 van megint. Én szerintem betrájolok megint egy ilyen Easy Knife-ot. Vagy inkább ne? Inkább nem merem. Az a baj, nagyon rizikós, 10%-unk van rá, tény és való. Nagy szerencse kell hozzá, hogy én azt kinyissam. Mit nyissak, gyerekek? Nem tudom. Ez a VP, ez nagyon adta. Szerintem nyitok még VP-t, mert innen jó dolgok jöttek. Innen jöttek talán a legértékesebb dolgok. Azt hittem megint egy manoverbe, de hát nem. Legyen factory-nyi, és akkor jó. Hát nem. Na, még egy utolsó ládát megpróbálunk ebből. Maradt $15 körülbelül. Hát, ha beadja a nagyot, tényleg egy, nem tudom. Megint a Wormgod. Nem baj, figyelj. Amúgy az oldal az, tudnélik róla, hogy ugye oldalon jobban megéri nyitni, mint játékon belül, legalábbis számomra. Mert sokkal jobb dolgok jöhetnek. Na, valamit eladunk még, és akkor megpróbáljuk kinyitni a nagy ládát, azt a $20-osat. Úgy mennyin vagyunk? 17, akkor még ezt is eladom. 19,81, és ez mennyibe kerül ez a nagy? 19,99, nem már. Mit adjak el, srácok? Jó, eladom őt. Szerintem eladom a Firestone-t, és akkor kinyitom azt a ezt a gépönkészt. Hát a srácok, hát ebben vannak jó dolgok. Egy, nem tudom, egy Vulkánnak, egy Hyper Beastnek már nagyon örülnék, szóval
Gyerünk srácok, add be nagyot, kérlek egy utolsóra. Gyerünk, légy szí, add be nagyot. Gyerekek, most ez szivat. Egy ilyet adod be. Redastor, nem is ér semmit. 35 centes itemet adod be. Adott be, srácok. Az komoly. Hát ezt a ládát én nagyon nem erőltetném, mondjuk. Jó, még eladjuk akkor ezt a red cuccot. És azt hiszem pont tudunk nyitni egy ládát, ami... Igen, egy ilyet, egy digül ládát. Szóval utolsó láda, srácok. Nyissuk, és akkor... Én már most meg szeretném nektek köszönni a figyelmet. És kaja kapok egy dezert égő sarasat. Na minden lényegtelen. Köszönöm szépen srácok nektek a figyelmet, és hogyha szeretnétek tovább ilyen videókat látni a csatornán, akkor csapassatok egy lájkot a videóra. Arra. És iratkozzatok fel, írjátok le róla a véleményeteket, és srácok, várlak titeket a következő videóban, vagy akár lájba. Sziasztok! Sziasztok srácok, baszki, visszatettem egy fegyvert a site-ra, mert a Steam az kevesebbnek értékelt, és itt 12 dollár volt ugye a Nova, amit nyitottunk. És gondoltam, kinyitok késes ládát gyerekek 10%-ra, és beadta a Gagknife-os srácok. Komolyan mondom, felnyíktam, ott a trade offer, elfogadtam minden, itt van az inventorom, és úristen srácok, tiszta öröm vagyok, és itt a Gagknife, beadta a srácok, úristen! Nagyon durva, nagyon durva.